A szülőkkel, nagyszülőkkel közös diavetítésekre sokan kellemes nosztalgiával gondolnak vissza. Az élmény az 50-es évek óta változatlan, csak a mesék újak. A magyar diafilm egyébként idén kerek születésnapot ünnepel, ugyanis 70 éves. Hamarosan ezzel a témával folytatjuk. Ez jó, nagyon jó, mikor vannak még ezek. Vendégünk a Diafilmgyártó Kft. Ügyvezetője, Lendvai Gabriella. Szia, köszönjük, hogy eljöttél. Szia, köszöntünk nálunk. 70 évvel ezelőtt, 1954-ben kezdődött a magyar diafilm története, és hát kezdetben még nem is a meséléshez és a gyerekekhez volt köthető a diafilm, hanem teljesen más céllal hozták létre, és teljesen másról szólt. Mi volt ez a cél akkoriban? Igazából a Magyar Diafilmgyártó Vállalat előtt, ugye már volt diafilmgyártás az 50-es években, 48-tól a magyar fotónak a diaosztálya készített diafilmeket, de az 50-es években elsősorban politikai céllal, tehát agitációs, népnevelő, ismeretterjesztő céllal, és amikor a vállalatot létrehozta a Népművelési Minisztérium, akkor azért ez folytatódott egy jó ideig, tehát felnőtteknek szóló, ismeretterjesztő diafilmek, de azért egyidejűleg elkezdődött a szalagos mesefilmek gyártása is, ugye a diafilm sikertörténete, és hát gyakorlatilag a napjainkban már ezt értjük diafilmezésen, a szalagos mesefilmeket. Melyek voltak esetleg az első mesék, amelyeket diafilmre ültettek át? A tudomásunk szerint a legelső mese az a Kacor király volt, ez egy fekete-fehér diafilm, ugye Benedek Elek meséje, és ez azért is érdekes, mert a 70 éves évforduló kapcsán kiadtunk egy ilyen gyűjteményt, 4 darab diafilmből áll, és ezeket a akkoriban megjelent nagyon jellegzetes diafilmeket tartalmazza. Ha már itt tartunk, akkor a Kacor királyon kívül például Zórád Ernő az egyik legtöbbet foglalkoztatott grafikusunk volt, ebbe a gyűjteménybe szerepel egy Szűcs Dani álma című mese, ami szintén teljesen jellegzetes, egy úttörő történet. Aztán szerepel benne egy Macskási Gyula, aki szintén ugye a rajzfilmesek közül sokat rajzolt diafilmre, illetve a munkáiból megjelent diafilme, Jancsés Juliska Mézes kalácsházikója, ami a folytatása a Grimm mesének, csinálták, mert sikeres volt a Jancsés Juliska, és hát itt már egy kicsit lehetett modernizálni, már a pajtások az erdőben már ott táskarádiót hallgattak, és az állatok telefonon értekeztek egymással, szóval már nagyon modernek voltunk, ugye ez már kicsit a 60-as évek eleje, és még egy nagyon szépet tartalmaz egy Vidai Brenner Nándor, a kor legnagyobb, vagyis egyik legnagyobb mesterének rajzaival egy Jókai Mor elbeszélés a kisdobos. Ebből a 4-ből áll, tehát pont egy ilyen kvázi faksimile kiadást jelentettünk meg. A 70-es években ugye már a magyar népmeséket is átültették diafilmre, igen, és hát tényleg az általad említett kor legnagyobb illusztrátorai készítették magukat a grafikákat, de ki mindenki dolgozott még egyébként diafilmre? Hát diafilmre gyakorlatilag tényleg a grafikus világszíne java, tehát kezdve a képregényrajzolók, a rajzfilmesek, illusztrátorok, olyan mesekönyv illusztrátorok, karikatúristák, most nevekre tényleg kár is elkezdeni, mert vége hossza nincsen. Igazából megkerülhetetlen műfaj volt akkor tulajdonképpen. Igen, és mindenki örömmel rajzolta, és hát rengeteg cím született, tehát
2000 diafilm, úgyhogy összeszámoltam több mint 200 grafikust, akit foglalkoztattunk az elmúlt 70 évben. Igen, itt most már érintünk számokat, hogy már a 70-es éveknél igen, tartunk az aranykorban, de még a picit számok szintjén, hogy kiadványban hány diafilmet adtak ki Magyarországon évente? Összességében hát egy olyan 6000 kiadvány született, ebből mondjuk olyan 4000 körüli az ismeretterjesztő, és az, amiket említettem, ilyen politikai, egyéb tantárgyakhoz is rengeteg szemléltető anyag született, és körülbelül 2000 mesefilm, ebből ma 300 van forgalomban. Hogyha lineárisan haladunk tovább az években, a 90-es években picit így alább hagyott a sikere vagy a népszerűsége, igen, a diafilmnek. Ez minek volt köszönhető? Gondolom azért a televíziózás, meg a VHS megjelenések közösszolható. Ezt mondtam, hogy gyerekkorunk. Így van. Igen, meg a televízióban is talán már az újabb csatornák, mesecsatornák, tehát ottan tényleg alább hagyott az érdeklődés, és ezért is történt, hogy gyakorlatilag az összes szocialista országban, ahol ismert volt ez a műfaj, hogy szalagos diafilm, megszűntek a gyártók, tehát jogutód nélkül felszámolásra kerültek, és nagy szerencse, hogy Magyarországon ez a privatizáció sikeres volt, úgyhogy ennek köszönhetjük, hogy a mai napig ez a műfaj fennmaradhatott, úgyhogy mondhatjuk, hogy ez már egy ilyen szinte hungarikum. És a diafilm történetének van egy nagyon fontos dátum, ez 2004, mondjuk el, hogy mi volt ekkor, megjelent egy nagyon ismert mese. Igen, 2004, ugye akkor már KFT-k voltunk, és az első sikertörténet Bartos Erika, Bogyó és Babóca első epizódja megjelent diafilmen. Ez tényleg úgy történt, hogy Erika bekopogtatott hozzánk, hogy akkor készült ugye a sorozat könyvformában is az első kiadvány, annyira kedves műfaja neki is a diafilm, hogy csináljunk belőle diafilmet, és hát ennek köszönhetjük, az aztán lendületet kapott ez a dolog, és sorba-sorba egyre reméljük, szebb még 70 évig kitart majd ez a lendület. Az biztos. Szerinted egyébként miben rejlik a diafilmnek a varázsa? Gondolom ezt a gyerekként is ugyanúgy megélted. Én azt gondolom, hogy ez a légkör, amit ugye a diázás körül keletkezik, hogy besötétítünk, hogy együtt van a család, és hát a mai gyerekeknek is írtó nagy szüksége van erre a minőségi együtt töltött időre, és hát a csodálatos értékes mesék, irodalmi alkotások, gyönyörű grafikákkal a falon, alatta az egyszerű szövegek, amiket szívesen olvasnak, vagy szívesen hallgatnak, és aztán majd szívesen olvassák maguk is, amikor már úgy iskolába kerülnek. Úgyhogy hát így mindez együtt, és szeretik, és a szülők is fölismerik, hogy ez mennyire fontos. Meg rácsodálkoznak, gondolom, ők is emlékekre, amiket még ők gyerekként néztek. Igen, talán. Igen, de hát sok új is születik, tehát pont azért, hogy a kortárs meséket is ugye láthassák diafilmen is. A számok embere fiatalok. Vagyok, mindig erről kérdezek. Látod, hogy most így 2023-os 2024-et írunk, hogy igen, évente hány kiadvány jelenik meg, vagy hány diafilm talál gazdára. És érdekesség, hogy ugyanúgy megmaradt ez a kézi technika, hogy még mindig ollóval vágják a diafilmeket. Igen, akkor először itt válaszolok. Tehát évente egy olyan 6-8 új diafilmet adunk ki. Ezek között teljesen új is van, és archívunkból keresve egy-kettőt föl is szoktunk újítani, mert a régi kedves mesék azért nem baj, ha így visszatérnek. Évente pedig 230 ezer volt a tavalyi szám, amit eladtunk összpéldány számba. Úgyhogy 300 cím volt, de szórnak azért az adatok, tehát van, amiből 5000 darab, van, amiből 500, de ez a választék. Az pedig, hogy kézi erővel, ez valóban, tehát azon kívül, hogy digitális úton kerül már hozzánk a grafika, a filmlaborban, ahol ez előhívásra és sokszorosításra kerül, az ugyanaz a technológia, ugye, mint régen, a filmgyártás maga, és utána a nagy tekercsekből, több száz méteres tekercsekből kézi erővel kollégák vágdossák le, ahol az olló van, két olló között, ezért van az olló a szó szerint. Erre a jubileumi évre, a 70. születésnapra milyen programokkal készültök? A jubileum évben
egy nagyon különleges vetítés sorozattal. Korábban is minden évben tartottunk havonta vetítéseket az Art Plus Cinemában. Idén viszont kuriózumokat válogattunk, olyan meséket, amelyek nincsenek meg diafilmen, tehát régi, nagyon kedves meséket, és ezekből válogattunk, és hát természetesen neves színészek jönnek minden alkalommal, és teltházzal mennek ezek a programok, illetőleg hát az ősz folyamán még van több, és hát most egy titkot is elárulok, de... Én szeretem a titkokat, mondjad! Hát készülünk egy könyv kiadványjal novemberre, így a diafilm múltjáról, kiadványokról, sok-sok képpel, úgyhogy... Remélyük. Hát akkor sok sikert kívánunk mindenhez. Amondom, hogy idén sem fogsz unatkozni, az biztos, úgyhogy izgalmas évet kívánok neked. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük szépen.